No, gyerekek, így fog kinézni körülbelül az ódoltető hosszabbítás. Még az utolsó rész nincs teljesen beállítva. Na, tehát lyukakot vágtam az OSB-be, és majd belőle megfogatom. Hát egy csavarommal megcsiptettem. Előbb meg akartam nézni, hogy milyen lesz. Na, köszi a sok jó tanácsot. Az a helyzet, hogy a tornácot egy páran mondtátok most is régebb, és hogy az lenne az igazi megoldás, hogy B-plexizni vagy B. De nem már, de direkt azért van ugye ez így, hogy nyitott legyen, hogy a széle, a levegő tudjon mozogni. Na, tehát nem fogom B-falazni, viszont ja, az az ötlet, amit a páron mondtatok, hogy linkeket is küttetek, hogy kintre tennék ilyen izét, rollót, amit le lehet húzni. Ja, az jó ötlet. És nem is lenne olyan túl drága, az még megfizethető lenne. Viszont azzal az a baj ugye, hogy itt nekem 32 láb hossz van, és errefelé 14, még 14. Úgyhogy ja, mindig körbe menni se, leengedni, kis fel nyitani. Egy kicsit bonyolult lenne. No, de ezzel a dizájnnal, ami most van, ez majdnem jó, de ugye előre nem tudod addig, amíg meg nem csinálod pontosan, hogy mennyire fog védni, és mit kell javítani rajta. Ezzel a dizájnnal csak egy probléma van, az, hogy nem elég hosszú. Úgyhogy újból fogom csinálni, nem most. Most így megcsinálom mind a két oldalat, mert erre van most anyagom, s időm, s pénzem, s türelmem. Megcsinálom így mind a két oldalat. De majd az lesz, mikor vége lesz az elsős szezonnak, hogy vissza fogom venni az összes tetőt, tehát ezt is, és a két oldalsó hosszabbítást is le fogom szedni. És csak annyit kell rajta módosítani, hogy meg kell hosszabbítani. Ennyi a design hiba, gyerekek, itt nem egyéb. Tehát a négy láb helyett itt, ezt ki kell engedni 8 lábra, és a két oldalát is ki kell engedni 8 lábra. És akkor meg lesz oldva. Egy kicsit a szögből vissza kell venni, ugye, mert hogyha így folytatom még 4 lábot, akkor itt már nagyon le fog jönni. Tehát egy kicsit fennebb emelem, kevesebb dőlésszöget adok neki. Na, csak az kell, hogy akkor ugye veszek ezeket le. Hát nem lesz nagy dolog, mert a szita egy részét, ahol itt beszitáztam, kibontom csak a belső felét. Csavarokat kiveszem, mindenik deszkában 4 vagy 5 csavar tettem, kiveszem, ezeket leveszem. És ugye azt a 2x4-eseket fel tudom használni, ez arra mindig van szükség. Ezek 8 láb hosszú 2x4-esek, és akkor azt csinálom, hogy veszek dupla ilyen hosszú, tehát veszek 16 lábast, és ugyanígy fog működni, ugye? Csak hosszabbat veszek 16 lábast, lát 2x6-os veszek, mi? Meglássuk. Nem, annak nagy lesz a súlya. Hát 2x4-es, ez jó. És, ja, annyi lesz, hogy ez ugye 8 láb hosszú, akkor az lesz 16 láb hosszú, tehát még képzelj el még 4 lábot mind a két felé. És akkor ki fog lógni 8 lábot. Ha már 8 lábra kiengedem, akkor lehet, hogy egy kicsit meg kéne erősítsem, tegyek legalább 2-3 oszlopot, egyet a két sarkához még középre, vagy kettőt. De viszont a jó az, hogy ez könnyű súlyú, tehát pihes súlyú. Hogy nem kell sok súlyt tartson, nem attól tartok, hogy leszakad a súly alatt, hanem attól ugye, hogy a szél, hogyha belé kapaszkodik, meg tudja talán rongálni. De nem hiszem, jó lesz az úgy. Na. Úgyhogy ez a megoldás itt, amikor 8 lábra ki, akkor már jöhet az első vízszintesen, és akkor már nem tud idáig becsapni. Előről már nem jön olyan sok B. Tehát ugye becsap valamennyire,
De nem annyira az itt, azok úgy be, ugye, mert ódalból jön, de ha itt ódalba is meg lesz csinálva, akkor az is lehet, hogy így már együtt tudok élni vele. Mikor meg lesz a két ódol, tehát ő ma meg lesz. Na hát ezeket még le kell vágjam, a két utolsót egy kicsit ki kell vágjak belőle, az első három, azt be tudtam tenni így, ahogy van, nem vágtam ki belőle. Aztán belül még meg kell egy kicsit fogassam őket. Rohadjál meg, na, mi a bajod? Meggebbettél. Az istenit. Az ajtót valami meglelte. Fuck you, motherfucker! Na, ezt odafogadtam. Két csavarról. Ezeket egyelőre csak ide csiptettem el, ez a 4x4-eshez, de az a tervem, hogy, hogy teszek egy hosszabbítót, se odafogatom a szarufához. Egyenként őköt. Ha valószínűleg össze is tudnám kötni még egy létszel őköt. De... ez egy kicsit itt rövid, mert nem tudom itt jó kiengedni. Tehát az első három az fullos, az 8 lábos. Ebből egy kicsit ki kell vágják, ez itt már ütközik. És ez egy kicsit rövid lesz, de mindegy, mert nem kell sok súlyt tartson. Csak nem elég a dőlés szöge ennek. Mindegy, kivágom méretre, adok szöget neki. No, és itt a többit. Ja, vágok egy-egy darab deszkát. És oda erősítem. Hát itt is ide fogom, előbb azt akartam, betegyek ide ilyen izéket, erre fektessem, és ezt is oda fogassam, de végülis tehetnék melléje, tehetnék ide még egy 2x4-est, és ahhoz hozzáfogatni, úgyis akartam ide még tenni. Tehát ide egyet, oda te hármat, ide is egy darabot, egyet ide. Odafogatni, akkor még itt valami módszerrel még tenni egy lécet, és odafogatni a szarufához. És az már elég lesz a boldogsághoz. Na jó. Menjek, át kell menjek Jameshez. Vigyek át valami csomagot neki, elmentek pénteken Orlandóba. És visszajöttek, és miközben jött a posta, hozott nekik valami csomagokat, és felvettem. Mi lett ezzel a rohadék ajtóval? Na, csak valami kosz került ide. Egy kövecske került oda, lát az autóból. Valahol a sorka, na, kell legyen, feszül a sorka. Ah, ki van itt egy pár csavar lazulva ide, úgy csavarokat kell tegyek, ezek nem fognak jól. Nem egy már kés esett. Lát az a probléma, hogy fellazult, kicsit megengedett a sorka. Hogy annyivel megennék? Ja, nem megy eleget. B. Újból készíte azzam ezt az ajtót is. Ez a nyelv, ez be kéne ide ugorjon. De nem tud már annyira bejönni, hogy beugorjon. És ezt kivetném, és arrébb tegyem. De akarom, hogy jó szoros legyen. Hol a probléma? Lássátok-e, mert én nem látom. Megdagadt az esőtő valami. Nagyon ráksúly meg egye. Kicsit erélyesebben kell becsukni. Ja, de az is szar, hogy meg kell rittyek, tessem szarral menjen. Kutyajtó az jól működik. Ezzel meg vagyok elégedve.
Na. Úgyhogy ezt itt való megfogatom, most reaverem a lemezeket, és megcsinálom így a túlsó felét, és csak át kell most lépjek Jameshez. És azt mondja, együttől meghívtak ebédre, és mennyi most fél egy óra arra kell átmenjek, úgyhogy most már nem tudok csinálni semmit. Ah, 11:32. Ezt küttétek a Sesame Cord lesz exterior roller shade, 96 incses, hát az 8 láb hosszú, de van a max méret 120 incs, az 10 láb. Hát mennyi kéne nekem? Csak az a baj, csak 72 incs hosszú, 72 incs az 6 láb. 32 láb elő kéne, ebből 4 darab 8 láb hosszú, 4×8=32. Vagy lehet 3 darab 10 lábas is megtenni, 30, most már nem kell olyan fixen mindent betakarjon. És két oldalba kell, egy 10 lábas elég, mert az ajtót nem kell takarja, ugye. Két oldalba két 10 lábas, elő még 3 10 lábas. Mennyi a 10 lábas? $70 darabja a 10 lábasnak. Hát 3, 4, 5, 7x5, $350. Ja, azt még ki lehetne bírni. De kicsit taknyulás, nem, hát tudom, hogy olyan hamar jön itt az eső, nem úgy van, hogy most megvan, hogy a héten szerdán fog esni. Úgy van, hogy májustól októberig soha nem tud, mikor jön az eső. Most tiszta az ég, és 5 perc múlva esik, olyan hamar jön innen is. Akkor elállás, akkor két óra múlva megint jöhet egy rend. Úgyhogy szaladgálni, kisbe és húzigálni, láss fel a rollókot, nem... Na, ismerem magamot, ez nem nekem találta ki. Úgyhogy inkább, most már kibírom, még van egy hónap, meg lesz a két oldala, és most nem fog olyan sok beesni kicsit, de én... És akkor addig még tűnődök rajta se. De azt hiszem az lesz a legjobb megoldás. 8 lábra kiengedni. És... az elejét is, a két oldalát is. És ez adna ugye akkor még egy kicsi extra födött helyet ott. Tehát olyan dolgoknak, ami nem kell olyan 100%-os védelem, de ott lehet tartani például a fűnyíró traktorkát, a tacigálós kaszálógépet, létrákot, ilyen-olyan kompresszorokat, szerszámokat, ami olyan, hogy még azt lát akarod, amit akarsz, hogy ne érje egyáltalán víz, de ja, sok szerszámot, meg a motorról ugye oda be tudok parkírozni. És ja, ad egy kis rakodó helyet. És ugye még körbe fejlemáljam főddel, az meg lesz az ősszel majd. De, ja. És az volt eredetileg is nekem az elgondolásom, hogy majd folytatom ugye a tetőhosszabbítást arra is, meg erre is, meg előre is, hogy legyen még hely, de kicsit letettem az oldalhosszabbításról, már eredetileg úgy akartam, hogy a nagy tetőt folytassam, de túl sok munka. Úgyhogy, ja. Na jó, mindegy, kell most menjek. Meg kell keressek még valami ízét, Jack Douglasokot se, Jamesnél, mert kivezette az internetet a shedbe, költözteti ki a bányagépjeit. Megmutatom majd, lefilmezem a bánya szekrényt, amit épített. Fáj, én is egy hasonlót fogok ide, mondtátok, ne költöztessem ki a gépet, de kifogom. De építek én is azt a pócot, amit oda fent tervezek, arra én is tudok tenni egy tetőt, ugye, hogy James tette ilyen playből, és körbe beszitázni, és úgy csinálja, beszitázza. Úgyhogy, ja, ilyen bányagép pajtát, pajta ketrecet. Na jó.
Ja, amúgy köszi a linkeket, Péter, Magyar Peti küldte ezeket a linkeket, Home Depot-s, meg egyéb ezeket a lehúzósokról izékkel. Ja, ezek nem rosszok, de jó, egy kicsit túl bonyolult nekem. Na jó. Kellemes vasárnap estét, gyerekek. Most se lesz live. Még úgy néz ki, egy ideig nem lesz, egy pár hétig, amíg egy kicsit itt el nem rendezkedek. Túl nagy a felfordulás, tetőköt meg kell csináljam, és akkor itt bent a vakolást. Addig nem tudtam haladni a vakolással sem, mert ugye ki kell ürítsem a házat a tornalcra, de addig nem tudom kiüríteni, míg ennyire esik be az eső, úgyhogy tetőt ma befejezem, és akkor jövő héten kezdem, vagy lehet még ma kezdek kipakolni is a vakolást, befejezni a festést, és egy kicsit elkülit rendezzem az irodát, a stúdiót, és a tornalcon is egy kicsi rendet csinálok, és akkor majd live-ozhatunk. Oké. Okay. Bye-bye. Rock.